Bár egy régebbi videóban azt mondtam, hogy én nem igazán fogok készíteni telepítős videókat, hiszen ahhoz másfajta hardware kéne, két számítógép, különböző eszközök, amit én igazából nem szeretnék használni, mert nincs. Ennyire egyszerű a VirtualBox-os, telepítős, bemutatgatós dolgokkal meg vannak ellenérzéseim, hiszen akkor VirtualBox-ba fut, nem a te gépeden nettóba fut, azaz az erőforrásokat nem ugyanúgy használja ki, a gyorsaságot nehezebben tudod letesztelni, a másik a hardware támogatottságot nem tudod letesztelni egy VirtualBox-ba való telepítésnél, azaz vannak ilyen gondolataim, de most kivételt teszek, miért? Mert István nevű felhasználó a Discord csatornán felhívta a figyelmünket egy bizonyos Arch installáló, grafikus installáló eszközre, méghozzá olyanra, ami nettó, tehát tisztán az Arch Linuxot rakja fel, tehát gyakorlatilag nem is igazából a hagyományos értelembe vett disztribúció, külön disztribúció, hanem egy telepítő segédeszköz. Van sok jó telepítő segédeszköz az Arch Linuxhoz, és van nagyon-nagyon sok olyan disztribúció, például a Manjaro, és egyéb ilyen disztribúciók, amik egy saját készletet adnak neked, saját beállításokat adnak neked, azaz gyakorlatilag egy kicsit, vagy nagyon a felületet beállogatják neked. Nekem pont nem ilyen kell, hanem olyan céloztam meg, ami nettóban felrakja az Arch Linuxot, alapokat, minimálisat, és semmi egyebet nincs azon kívül, ami az Arch saját tárolóiban megtalálható, semmi hozzáadott érték. A Manjaro saját tárolókat is használ, azaz az számomra ebből a szempontból nem volt megfelelő. Miért? Mert szeretnék egy olyan tiszta Arch-ot telepíteni, úgy, hogy könnyű legyen, ne kelljen terminálba beírogatni semmit, abban nem vagyok jártas. Én ezt kihagynám az életemből, meg lehet csinálni, természetesen, ha nagyon kell, bárki meg tudja csinálni, de az egy kényelmesebb, valljuk be, grafikus telepítéssel föltolni egy alapot és arra építkezni. Azaz kifejezetten köszönettel tartozunk Istvánnak a Discord csatornán, bizony, ő felhívta egy Kalam Arch Installer nevű eszközre a figyelmünket, és ezért is érdemes normális jó társaságba járni, mert ott mindig össze lehet szedni olyan tippeket, trükköket, amivel előbbre jutunk. Én nekem bizony az utóbbi időben kerestem ilyeneket, és ez elkerülte a figyelmemet. Mi ez? Egy Arch installáló eszköz, ami grafikus, ami nem tesz mást, mint felinstalálja az alapokat, leparticionálja, vagy segítesz neki kézi particionálással a lemezt, amire telepítesz, és feltesz egy ablakkezelő asztali felületet, amit te kiválasztasz a lehetőségek közül, és azokat a minimális programokat, amivel te el fogsz tudni indulni, azaz nem kapsz egy kész beállított és jól összekonfigurált, esetleg túl sok, túl kevés, neked ez nem kell, másnak jobb így, azaz a szokásos disztribúció azért nem jó, mert bizony az túl sokat, az bizony túl keveset rak fel, szóval ez elkerülhető, egy alapot fogsz kapni, és csak Natur és az alap Arch rendszert használja, nincs semmi hozzáadott eszköz, nincs semmi hozzáadott érték, megint a Manjaro-ra szeretnék kitérni, ott bizony sok mindent, egy szép, nagyon szép és jól használható grafikus felületet kapsz az Arch Linux fölé. Azaz, én nekem az volt a célom, hogy nettó, mesztelen Arch tárolókat szeretnék használni, és semmi egyebet. Ezért hozzáteszem, hogy ez egy középhaladó szint. Nem kéne beleugorni a telepítésbe, akkor, hogyha életedben nem használtál Arch Linuxot, nem használtál még alapszinten telepítést, nem építettél föl magadnak egy környezetet, és elegendő olyan, hogy nem mindig a Manjaro-t emlegetjük, mint a Linux, mint felrakott, kényelmes, szép, szuper. Azaz azért itt egy kis ismeret kell, egyrészt a Linux, másrészt a programok, mit kéne valamihez használni, harmadrészt minimum elvárás az Arch telepítési gondolatok ismerete, azaz,
hogyan telepítesz fel egy programot, hogyan indítasz el egy terminált, ezt azért ismerni kell, mert bizony nem biztos, hogy olyan könnyedén fel tudsz tolni még ezzel sem egy Arch Linuxot, mint például legyen megint a példánk a Linux Mint, ami nagyon kényelmes, bár nem Arch alapú, hanem Debian, illetve Ubuntu alapú, de azért láthatóan beteszed a telepítőlemezt, elindítod, van pár kérdés, és szuper szép környezetet kapsz. Én ne ijedjetek meg, az egyik legegyszerűbb felhasználói környezetet, illetve ablakkezelőt fogom feltolni, az Openboxot, mert én erre fogok élőbe is telepíteni mindent, azaz figyeljünk arra, hogy nem kell megijedni a végén, hogy kaptunk egy fekete képernyőt, aztán kalapkabát, és itt vége a világnak, és ezentúl hű, de nagyon nehéz lesz, nem? Fel tudod ezzel tenni a KDE-t, a Gnome-ot és egyebet is. Középhaladó. Bár nem kell semmi extra dolog, aki egy kicsit már akármilyen Arch alapú vagy Debian alapú eszközt használt, hiszen azért nem olyan nagy a világ, hogy ne lehessen megtanulni ezeket. A Kalam Arch Installer ISO néven keresd ezt az interneten, mivel a letöltési sebessége a csigához összemérhető volt, és 7 óra alatt jött le, ez a másfél 1,6 gigányi dolog, hát bizony én úgy gondoltam, hogy felteszem nektek a mai, a március legutolsó napján elérhető telepítőt a Megaboxomba, és onnan egy villámgyorsan le tudod tölteni. Hát nézzük is meg magát a telepítést. Első lépésként létrehoztam egy tesztlemezt, aminek a mérete 8 GB, adtam neki jócskán memóriát, és el is indítjuk a tesztelési folyamatot, hogyan telepítjük ezt az eszközt, ezt az Arch Linux megfelelő telepítővel ellátott verzióját. A start gombra rákattintunk, természetesen ildomos lesz megadni neki, hogy miről telepítsen. Ez megfelel annak, hogy rámásoltad előzőleg a telepítési médiát egy pendrive-ra és bedugod. Ezt a munkafolyamatot fogjuk most virtuálisan elvégezni, megadjuk azt a fájlt, amiből telepíteni fogunk, megnyitás, és utána kiválasztás, start, és el is indul a telepítési folyamat, illetve megjelenik az, amit te fogsz ott látni a gépeden, a monitoron, hogyha elindul az USB pendrive-odról. Természetesen szeretnénk erről indítani, ezt nem utassa újra, és indul is. Elindul a bootolási folyamat, ez hosszabb, rövidebb, természetesen, ha pendrive-od 3.1-es és van elég memória, hamar le fog pörögni ez, mint bármilyen Linux indítás, vagy éppen installációnál látod, pörögnek a dolgok, általában az ember ezt akkor szokta elolvasni, amikor valami különösebb probléma van. Vannak problémák esetlegesen más telepítővel, esetleg nem ismeri föl az eszközeidet, ennek ellenére gyakorlatilag a legtöbb telepítés, ha tudod, hogy mi van a gépedben, tudod, mit kell hozzá installálni, és egy minimális ismeretet szereztél már telepítésnél, akkor nem lesz gond. Kapsz egy XFCE felületet, aminek a legalján itt van ez a kis dokkoló, és nyilvánvalóan, ha valaki szeretné megnézni, hogy mit telepít, tenne XFCE felülethez alapból, akkor ezt itt nézegethetni, én igazából ezt nem szoktam, ő rá kell kattintani, Arch Linux installálása, rá kattintasz, és kiválasztod azt a nyelvet, ami számodra fontos, legyen magyar, magyarra kattintunk, megnézzük, hogy magyar-e, mert én már volt, amikor mellé kattintottam, aztán azon siránkoztam, hogy átbizony ez nem tud magyarul, egy kicsit beigazítom, hogy középre legyen, megadjuk a szokott dolgot, egyértelmű, mindegyik így működik, Budapest a környékünk, megadjuk azt a billentyűzetet, amit használunk, hát nyilvánvalóan azt, amit te használsz, azt érdemes megadni, és következő, ahogy kell, megadod a telepítési médiát, hát nyilvánvalóan itt nagyon figyelsz, mert hogyha arra telepítesz, amin az adataid vannak, vagy éppen egy futó rendszered van, az balhés lesz, nem tudod visszacsinálni, mert ide van írva, hogy a lemez törlése. A lemez törlése, tehát hogyha egy adott médiára szeretnél telepíteni, akkor az egész lemezt ezzel szépen le tudod töröltetni,
ez egy üres lemez, amit a VirtualBox létrehozott. Figyelj rá, hogy hova telepítesz, inkább háromszor nézd meg, ha több médiád van, hogy több merevlemezed, SSD-d, egyebed van a gépedbe, hogy hova indítod el a telepítést, mert utána ezt visszacsinálni nem fogod tudni. Ha pedig olyan gondolatod van, hogy saját magad szeretnél particionálni, akkor itt megteheted, hát bizony én a lemez törlése, egész lemez törlése, és új partíciók létrehozása című dolgot fogom megtenni. Gyakorlatilag ez a legegyszerűbb, és én mindig egy lemezen tartom a rendszeremet, azaz gondot nem okoz, következőre kattintasz, kiválasztod, ami kell, a bázis, az alap, és egyéb dolgok, ezek ajánlott dolgok, tehát ebből csak úgy vegyél ki akármit, ha te azt pontosan tudod, hogy mit teszel. Szépen végigmegyünk, ami nekem nem kell, és engem zavarna, hogyha fent van, az bizony, ezeket a programokat fogja telepíteni, megyünk lefele, hát bizony, mi az, ami nekem nem kell, a Pulse Audio és a Bluetooth-os hozzávaló, bizony ezt elég nehezen viselem el, amikor a Bluetooth-os mindig jelzi, hogy van kapcsolat, nincs a gépembe olyan eszköz. A többit te döntsd el, hogy kell-e, ha nem tudod, hagyd így. Azaz az alaptelepítésben nem sok minden fog felmenni, erre mindenképp figyeljünk, összecsukjuk, hogyha ilyen vagy ilyen meghajtod, grafikus kártyád van, akkor azt kell tenni, ha ilyen, akkor azt kell bepipálni, legörgetheted, hogy mit fog telepíteni, azt kell telepíteni, amire neked szükséged van. Azaz tudd, hogy milyen videókártyád van, mert ő nem fogja keresni, hogy bizony, neked ilyen van, és jó lenne, hogyha feltenni. Neked kell kijelölni. Miután a videókártya meghajtót kiválasztottad, utána el kell dönteni, melyik asztali felület, ablakkezelő együttes szeretnéd használni. Ezeket tudod alapból felrakosgatni. Nyilvánvalóan, hogyha nincs bent a kedvenc ablakkezelőd, akkor felraksz egy akármilyet, mondjuk az Openbox-ot vagy az XFC-et, és utána tudod installálni, hiszen ő az Arch összes eszközét számodra elérhetővé tesz, hiszen az összes tárolót, ami be van ebbe állítva, elérhetővé teszi, tehát egyéb mást is fel tudsz majd a későbbiekben rakosgatni, nincs megkötve, hogy csak ez, hiszen ez csak egy előtét program az Arch telepítésére, nyilvánvalóan örömmel látjuk, hogy az Openbox-omat itt helyből támogatja, és elég szükösként, tehát erre nagyon figyelj, elég szükösként fogja ő fölrakosgatni a dolgokat, na hát majd utána kézzel mindenki manuálisan beállítja. Printer támogatás nyilvánvalóan óhajtom, itt is vannak különböző kibe X-elhető dolgok, hogyha véletlenül valamit nem tudsz, hogy micsoda kineved, mert utólag elég sokat kell gondolkodni, hogy éppen mi fog hiányozni ahhoz, hogy az a nyomtató nyomtasson. És egyértelmű, hogy a web böngészőket is ki tudod választani. Operát nem szeretném, én most a Chromiumot szeretném felrakni tesztként. Ennyi az egész, és utána milyen teendőd van? Ezt bezárod, és a következőre kattintasz. A következő panel is a megszokott panel, megadod a nevedet, fantáziadúsan Lacit, hát azt hiszem egyértelmű, mi legyen a komputer neve, Laci teszt, akármit adhatsz, megadod a jelszavadat, meg szoktam adni a jelszót, van egy teszt jelszom, tehát amit gyakorlatilag bármikor be tudok ütni, ugyanez a jelszó legyen az adminisztratív jelszó, én ezt be szoktam pipálni, de egyéni döntés az, hogy külön rootnak, tehát a rendszergazdának adsz egy másik jelszót, hogy nehogy kavarc legyen a kettő között, vagy nem adsz, én ugyanazt használom nyilvánvalóan a saját gépemen, én fogom eldönteni, ahogy te is a saját gépeten te fogod eldönteni, illetve a jelszó megkérdezése nélküli automatikus bejelentkezés, én ezt nem szeretem, én szeretem azt, hogy le van védve egy picit a gépem azzal, hogy amikor elindul, bekéri tőlem a jelszót az operációs rendszer. A következőre kattintva ugyanazt felsorolja, amit idáig tettünk, és beállogattuk, és telepítés most, amire figyelj, és az elején mondtam, a változtatások
visszavonhatatlanok lesznek, visszavonhatatlan, hogyha rátelepítesz egy adatpartícióra, egy adatlemezre, nyilvánvalóan utána hiába siránkozol, hogy milyen vacak a Linux, azt tette. Amire te utasítottad, megnéztük még egyszer, és telepítés most, és elkezdődik a telepítés. Ez a telepítés a beállított témától, hogy mennyit XLT-ben mit választottál ki az internet, gépsebesség és egyébtől függően, eltarthat 5-10 percig is, vagy 1-2 percig, géptől függ. Hát bizony, ezt át fogjuk ugorni, ezt a telepítést, mármint itt a videóban, hiszen annak, hogy ez a csík hogyan mozog, nincs túl nagy jelentősége számunkra. Miután lefutott a telepítés, ugyanúgy, mint a legtöbb ezt a felületet, ezt a telepítő programot használó eszköznél újraindítás most, és befejez, újra fog indulni a gép, szépen lassan, nyilván most, mivel hogy még föl van csatolva nekem a telepítő média, előugrott a választási panel, elindítom, mit kaptunk, mit látunk, gyakorlatilag mit látunk, pontosan ugyanazt, ugyanúgy indul a gépünk, mint akármelyik Linux rendszernél, majd hát eléggé egyszerű, számomra nagyon kellemesen kinéző bejelentkezési felületet kapunk, megindítjuk a jelszó megadását, a szigorúan titkos teszti jelszót, és bejelentkezés, és el is indul a feltelepített Linuxunk, ami nem meglepő, semmit nem fog neked mutatni, miért? Mert én ezt vártam. Az, hogy semmi nincs, ez az Openbox-nak a tulajdonsága egy natur minimál Openbox telepítésénél. Pontosan ezt a semmit kelled látni. Egy jobb klikkel már meg is kapod a menüt, kiválasztod azt, amit te szeretnél, X termed van, igen. Terminál tudsz indítani, szuper! Azt hiszem ezek után már egy Openbox hívőnek semmi más teendője nincs, be kell lakni, fel kell telepíteni azokat a dolgokat, eszközöket, amiket te szeretnél használni, be kell állogatni a programokat, amiket te szeretnél használni, azaz kapsz ezzel a telepítővel egy minimális felületet, egy minimális ablakkezelő asztali felületet, amihez te építed fel. Ez ennek a telepítési módnak a nagy előnye. Kapsz egy ARS-rendszert, azaz nem kell terminálba ütlegelni a billentyűt, hogy legalább valami elinduljon a gépeden, tehát feltelepíts, hanem megcsinálja a particionálást, megcsinálja az alap Openbox XFC-je akárminek a felpaklászását, és azt neked kell belakni. Nem lesz rajta olyan eszköz, nem lesz rajta olyan program, hiszen te választottad ki az alap, tehát a legalapabb dolgok közül az, hogy mit rakosgasson fel, majd te rakod fel, ami kell, így nem lesz rajta olyan, ami nem kell fölösleges, nem fogsz morogni, hogy van a telepítés után 3-4-5 ablakkezelő, asztali felület, vagy 6 darab böngésző, vagy totál fölöslegesen felrakott szövegszerkesztő, amit te nem használsz, és lecseréled. Tehát ez nem egy olyan telepítő, ami egy nagyon-nagyon kész belakott felületet, asztalt fog adni, hanem erre neked kell felépítkezni. Erre nagyon figyelj, azaz nehogy azt hitt, hogy ez olyan egyszerű, mint például a Linux Mintnek a telepítése után egy élhető, kényelmes és szép felületet kapsz, vagy például a Fedora telepítése után egy nagyon kész felületet kapsz. Ezt neked kell összeállítani a későbbiek folyamán, illetve egy-két napon belül, hiszen használni szeretnénk a gépünket, de ez a nagy előnye. Én fogom összerakni, de kapok egy grafikus telepítést, és utána elmondhatod, hogy egy Arch rendszered van, egy nettó, tiszta Arch rendszered, nem olyan, mint a Manjaro, vagy egyéb Arch-ra alapuló disztribúció, ahol vannak saját programok, erre figyelj! Ez csak valóban egy telepítési kiegészítés. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó telepítést, és rendszerfelépítést kívánok, hiszen ez egy nagyon-nagyon kényelmes dolog, mert feltelepítést segíti. Ez az Arch, a nettó, a tiszta Arch-nak a hátránya, hogy
relatív nehéz terminálból telepíteni egy középhaladó vagy kezdőnek, ezen átsegít az, hogy te utána erre a felületre, erre a alapra KDE-t vagy GNOME-ot raktál fel, a sokkal szebb. Én az OpenBox mellett vagyok, így ezt mutattam be, hiszen ez a legrémítőbb az összes közül, hiszen nem is kaptál volna más, csak egy fekete képernyőt és egy jobb klikkes menürendszert, amiből terminállal indítva már elindulhatsz azon az úton, amit már OpenBox telepítésnél, felépítésnél és belakásnál megbeszéltünk. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!